Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, érdekes témákkal foglalkozunk. Szívhez szóló versek, táncprodukciók és fuvola szó töltötte meg a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házat. Idén 10. alkalommal rendezték meg a tavasz köszöntő jótékonysági bált, melynek bevételét idén is a Fejér megyei állami gondozott gyermekek kapják. Látványos koreográfiák, pesdítő táncok, megérintő versek tarkították a majd egy órás műsort, amit az állami gondozott gyerekek adtak elő a jótékonysági bálon. Színvonalas produkció várta az adakozókat a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban pénteken este. Mivel várják a támogatókat? Hát először is nagy szeretettel, és egyébként pedig egy nagyon patinás műsorral, és egy finom vacsorával, utána sok-sok tombolával, és egy kis kötetlen beszélgetéssel, illetve bulival, tánccal. A műsor első részében a mi tehetséges gyerekeink fogják szórakoztatni a közönséget. Lesz vers, dal, tánc, aztán egy finom vacsora következik, és vacsora után pedig jótékony előadók fognak szórakoztatást nyújtani. A Vörös Marti Színház művésznője, Váradi Eszter Sára, illetve Mészáros János Elek művész úr fog énekelni, valamint a Fehérvár hangja és táncosa szórakoztatja majd itt az jelenlevőket. Talán más is, aki szeret, jó barátom vagy testvérem. Én nem tudom, de áldom Isten, ki nékem megváltásozott. Mivel készültök? Grízre fogunk táncolni, és minden este táncolunk, meg minden reggel, és nagyon jó. Mennyi ideje készültök erre? Hát már legalább egy hónapja, vagy kettő hónapja. Fiatalok izgatottan várták fellépésüket, amire már hónapok óta készültek, és persze a rengeteg gyakorlásnak meglett az eredménye, elnyerték a közönség tetszését. 10 nevelt gyerekem van meg 2 családból, és nagyon szeretnek táncolni. Különleges gondozásúak, és szinte napi léptelemük a tánc. Rendszeresen már évek óta 8 éve táncolunk. Én tanítom őket táncolni, de nagyon örömmel. Már ilyenkor mindig készülnek, hogy a következő táncuk mi lesz. A megye legtehetségesebb fiataljainak produkciói kerültek színpadra, bár a jótékonysági bál nem az előadások színvonaláról kell, hogy szóljon. Ennek ellenére olyan produktumok kerültek terítékre, amik látványosak vagy szívhez szólóak voltak. Áldott-e szó, édes hazám, itt van a bölcsőm, s itt ringatott az én édes anyám. Ez a tavasz köszöntő jótékonysági rendezvény egy olyan eseménye az évnek, ami tulajdonképpen a társadalmi erők összefogását hivatott elérni, és ezt az állami gondoskodásban részesülő gyerekek javára fordítani. 10 esztendeje, hogy megálmodtuk ezt a rendezvényt, és tulajdonképpen ez alatt a 10 év alatt mintegy 4.700.000 forintnyi támogatást gyűlt össze a rendezvényhez kapcsolódóan, amelyet a különböző szakmai egységeink, gyermek- és lakásotthonainkban élő gyerekeknek a javára használtunk föl. Közösségi teret alakítottunk ki, aztán sportpályát létesítettünk, aztán az udvaron ilyen kis tűzrakóhelyet, grillezőhelyet alakítottunk ki, kis kiülő pavilonokat, és ez mind-mind a gyerekeknek a jobb létét szolgálja. Az elmúlt 10 év alatt mintegy 4.700.000 forintnyi adomány gyűlt össze a jótékonysági rendezvényhez kapcsolódóan, és a támogatók köre évről évre szélesedik. Egyre több cég és magánszemély gondol az államilag nevelt gyerekekre, mikor a társadalmi felelősségvállalás a kérdés. Rajzolj egy pici fészket, fészed be egy verebet. Rajzolj egy pöttyös labdát, kutyaházat, kutyussal.
A támogatók ezúttal is szép számmal járultak hozzá a nemes ügyhöz. Az idei bevételből a mezőfalvai szakmai egységbe vásároltak kültéri pingpongasztalt, kosárpalánkot és kerti bútorokat. Emellett a székesfehérvári gyermekotthon udvara is kap egy térelválasztó elemet, és az utógondozói szakmai egységbe is kerülhetnek kerti bútorok és kültéri pingpongasztal a tartalmas kikapcsolódáshoz. március 2014-ában egy álmatlan éjszakán pattant ki az Arakocska ötlete Babos Rita fejéből, 5 év elteltével pedig már több mint 100 gyerkőc ismerkedik a sport és a mozgás örömeivel a Bregyóban. Jubileumi bulit tartottak a gyerkőcöknek. Szülők és gyerkőcök együtt sportolnak keddenként és csütörtökönként a Bregyóban. Az atlétikai jellegű mozgásokat élményorientált vidám formában gyakorolják a nagycsoportosok és az elsősök. Mi megpróbálunk a gyerekeknek értéket adni, megtanítani velük a sport szépségét, illetve megszeretetni velük a mozgást, de valójában én úgy érzem, hogy mi kapjuk tőlük a legtöbbet. Talán így tudnám összefoglalni. Melyek azok az értékek, amiket át szeretnétek nekik mindenképpen adni? Az elsődleges célunk az, hogy megszeretessük a rendszeres mozgást. Nyilván azzal, hogy már ilyen fiatal korban, közösségben, nyilván bizonyos szabályok, illetve bizonyos keretek között mozgunk, már olyan dolgokat is megtanulnak, ami majd akár az óvodában, iskolában is a hasznunkra válhat, illetve egy olyan alapot próbálunk teremteni nekik, egy olyan sokoldalú mozgáskultúrát, amivel bármilyen sportágban, ha elindulnak, akkor sikeresek lehetnek. És hát azért nyilván az is a vágyunk, hogy minél többen majd atléták legyenek. Az ötlet 5 évvel ezelőtt egy éjjel született. Egy éjszaka erre ébredtem, hogy kipattant a fejemből, hogy Arakocska, és én picikkel szeretnék foglalkozni. Én akkor hagytam abba az aktív pályafutásomat, és szerintem egy picit jött ez a vágy, hogy valami pluszot még tudjak csinálni, hiszen volt már egy nagy csoportom. És akkor megkerestem a vezetőinket, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnánk egy ilyen fiatal korosztállyal foglalkozni. És azt mondták, hogy próbáljam meg, aztán meglátjuk, hogy mi kerekedik ki belőle, és hát most itt vagyunk, hogy 5 éve, és nagyon-nagyon sok gyerekünk van. Miként értékeled ezt az elmúlt 5 évet? Rengeteget kaptunk, rengeteg szeretetet, rengeteg élményt a gyerekektől. Valósággal feltöltődünk minden ilyen foglalkozás alatt, úgyhogy számunkra ez egy óriási ajándék. Ugyanakkor én úgy érzem, hogy ezt mi a gyerekek felé, amit szeretnénk közvetíteni, sikerül, és a szülőktől is ezeket a visszajelzéseket kapjuk, hogy jól működik ez a rakocska foglalkozás. Hány gyerkőccel foglalkoztok? Foglalkozásonként körülbelül 20-30 fős óvodás és 20-30 fős iskolás csoportunk van. Erre a korosztályra jellemző, hogy ugye nem tudnak állandó jelleggel mindig minden edzésen részt venni, úgyhogy a valós létszámunk az bőven 100 fölött van. 5-től 8 éves korig foglalkozunk gyerekekkel, és most már nagyon sok olyan első évfolyamos arakocskásunk van, aki már a nagyobbak között, akár már az újonc korosztályban is érmeket nyer. Mik a tervek a következő 5-10 évre? Megmondom őszintén, hogy ilyen komoly terveink nincsenek. Az a célunk, hogy ezt tudjuk minél tovább csinálni, és ha egyre nagyobb az igény, azt tudjuk kielégíteni. Tehát létszámban Kati nénivel, Viki nénivel most hárman úgy gondoljuk, hogy elegek vagyunk ehhez. Hogyha szükség lesz esetleg bővítésre, akkor majd még ez irányban teszünk lépéseket. Az 5 év elteltével több mint 100 apróság vesz részt hétről hétre a foglalkozásokon. Persze már mindenkinek megvan a kedvenc feladata. A homokba ugrás a kedvenc. Milyen messze tudsz ugrani? Úgy a homokhoz a negyedéig.
És meddig szeretnél elugrani? A homokozó közepéig. A gyerkőcök azt is tudják már, hogy miért kell rendszeresen mozogni. Azért, hogy ne hízzunk el meg, hogy egészségesek maradjunk mindig. A csütörtöki edzés egy kicsit másképp ért véget, a születésnaphoz természetesen torta is dukál, amit az edzés után a gyerkőcök jó ízűen elfogyasztottak. Önfelett együttlét, közös sport és mozgás jellemezte azt az egészségnapot, amit a Fejér megyei Integrált Szociális Intézmény polgári telephelye szervezett. A nyílt nap lehetőséget adott arra, hogy a székesfehérvári általános és középiskolások megismerkedjenek a telephely gondozottjaival. Látványos tánccal készültek a Fejér megyei Integrált Szociális Intézmény polgári telephelyének lakói és gondozóik az egészségnapra. Március óta próbáltak, hogy a nyílt napra érkezőket elkápráztassák produkciójukkal. Azért rózsa, egy olyan szép lány, hogy koporsója, arany szép lány. Szeplők, bozsgás arcám, és néha van, hogy csókot kérek, azért rózsám, édes méreg, koporsója, tárva nyitva, benne fekszik, ő is sírva. A találkozót már nagyon várták az intézményben élők. Nagyon jó, ugye megismerünk több új arcokat, meg tudunk ismerkedni több mindennel, tehát nyitottabbá válik ilyenkor a szélesség, látókörünk mindenre, nagyobb, tehát élvezetet tudunk, tehát magunknak tapasztalatot szerezni. Az egész napos rendezvény annak a hétnek a része, amelyet már évek óta minden májusban megrendez az intézmény. Nem első alkalommal szerveznek itt ebben az intézményben egészséghetet, egészen pontosan miért is rendezik ezt meg évről évre, és miről szól egy ilyen hét? Ez a hét ugye minden, most már 5. alkalommal van megrendezve, ugye minden évben az egészségről szól, az egészséges életmódról, a táplálkozásról, a testi higiénáról, és minden hétnek ugye az 4. napján csütörtökön egy ilyen nyílt napot rendezünk, hogy a mi lakóink is integrálódhassanak a világba, integrálódhassanak a többi intézménnyel, jöhessenek és megismerhessék az itteni lakókat. Kik a meghívottak, akik részt vesznek ezen az egészségnapon? Az egész integrációnknak a telephelyei, különböző idős ellátás, pszichiátriai ellátás és fogyatékos ellátású lakók jönnek hozzánk. Minden évben mást hívunk meg vendégségbe. Az ezredéves iskola Székesfehérváról, ők ugye állandó vendégeink, és a Szent Kristóf ház is, idén pedig a Martonvásári Pápa Jágoston a külső vendégünk. Hogyan kell elképzelnünk ezt a nyílt egészségnapot, mi mindenre számíthat az, aki ide látogat?
A megnyitó után a saját énekkarunk és tánckarunk lép föl, ugye a fesztiváli darabunknak az egy részét mutatjuk be, utána most már hagyományosan negyedik éve jönnek hozzánk a Vörösmarty Általános Iskolában a Csombor Néptánc csoport, jönnek hozzánk zenészek, jönnek hozzánk táncosok, éppen akinek kedve van, őt hívjuk meg. Kicsikét, hogy megismerhessük az itteni telephelyet, hogy hányan lakják, hogyan néz ki egy-egy napjuk. Nálunk 120 fő lakik, középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos lakó, gyerekektől a felnőttekig laknak, és igazából a délelőtti idejük van jobban beosztva, olyankor vannak fejlesztő foglalkozások, dolgozunk együtt, főzünk, játszunk, és délután pedig ugye a szabad idejüket töltik. Még szoros a kapcsolat az intézménnyel, ugye az iskola révén a kiskorúakat kijárunk fejleszteni, ezáltal ugye nagyon sok programon veszünk részt, és ez az egészségnap, szerintem a kezdetek óta jövünk a gyerekeinkkel, mert nagyon jól érzik magukat, nagyon jók a programok, nagyon színesek, és ez egy olyan különleges nap, amire mindig mondják, hogy ugye megyünk a következő egészségnapra is. Nem első alkalommal vagy itt, hogyan kell elképzelnünk egy ilyen napot? Mi minden szokott történni egy ilyen egészségnapon? Hát vannak sportok is, van kézműveskedés, meg ilyen mindenféle ilyen foglalkozás van. Hogyan érkeztél erre a napra? Mennyire vártad, és mit vársz ettől a naptól? Nagyon sok programot várok. Miért jó szerinted, hogy ide eljöttetek ebbe az intézménybe? Szeretek dolgozni. Udvarcsöpörni. Jó, és mennyire ismered azokat, akik itt ebben az intézményben laknak? Ugye már nem első alkalommal jössz ide hozzá. Nem, tavaly is voltam. Minden évben most már eljövünk erre az intézményi közös rendezésű rendezvényre. Igazából nagyon jól megismerkedni az egyéb helyekről érkező fiatalokkal. Ugye nálunk is a nappali intézményben 40-nél több fiatal van most már a nappali ellátást igénybevevők között. Van illetve egy lakóotthonunk is, ahol 10 ember éli a mindennapjait. Most jelenleg 7 fővel érkeztünk ide erre a mai napra. A fiatalok nagyon szeretnek idejönni minden évben, hiszen megismerkedhetnek új barátokat, szeretetnek egy csomó új programmal tudnak megismerkedni, úgyhogy nagyon élvezik, és mindig várják már az előző hetekben is erről beszélnek, úgyhogy nagyon örömmel érkezünk minden évben ide. Során a Polgárdíj Intézmény 120 középsúlyos és súlyos fogyatékkal élő lakója a vendégekkel közösen kézműves foglalkozásokon, mozgásos, sportos programokon vehetett részt az integráció és az egészség jegyében.
Közel 700-an voltak kíváncsiak a Jamborivárra. Bori Jenő épített remeken megtelt élettel szombaton, ahol a különböző családi programok mellett koncertek várták az érdeklődőket. A Kortárs Művészeti Fesztivál záró eseményének a Borivár adott otthont. 20. alkalommal kapcsolódhatott ki a nagy érdemű a Várfalak és Betonszobrok Társaságában. Nagyon készülünk, hogy mindenki megtalálja neki való programot. Gyerekprogrammal kezdtük a napot, utána a Virabhadra volt, most a Todosza projekt, a Mörk is itt lesz velünk a mai napon, és a Color Star is. Este pedig DJ programok, fényfestés és tűzszínház várja az ide látogatókat. A Kortárs Művészeti Fesztiválnak egy záró eseménye, és ráadásul jubiláló záró eseménye. Mit jelent ez a helyi közösségnek? Hát azt hiszem, hogy ha körbenézünk, akkor látjuk, nagyon szeretik a fehérváriak és a környéken élők is a Jamborivárat, hiszen egy csodálatos környezetbe jöhetnek el, egy nem mindennapi programra, hiszen a vár azért nem minden nap nyújt lehetőséget arra, hogy ilyen körülmények között így szórakozhassanak együtt, jól érezzék magukat. Azt hiszem, mindenkinek nagyon fontos ez, nekünk szervezőknek is és a vendégeknek is. Nem csak a kis fesztivál, de a vár története is kerek évfordulót ünnepel, ugyanis Bori Jenő éppen 100 éve kezdte el építeni a várat. Egy kis présházas telken álmodta meg, és építette fel azt az épület együttest, ami most már meg annyi programnak ad otthont, és Székesfehérvár egyik jelképévé vált. Hogy emlék vissza az első pár alkalommal, és hogy nőtt ki magát ilyen nagy fesztivállá? Hát az első alkalom az nagyon lenyug is volt, itt 20-30-an voltunk, csak egyébként jó volt az is, meg szóval itt inkább arra fektettük a hangsúlyt, hogy kortárzenei és művészeti legyen. De aztán ugye, ahogy a Zöld Egyesülete, hogy Mikos Aula átvette a szervezést, meg ahogy bekapcsolódott a Kortárs Művészeti Fesztiválba, úgy szerencsére megmaradt ez a profil, de azért úgy szélesedett, meg egyre több ember kapcsolódott be. Egyébként voltak tematikus ilyen alkalmak is. Tehát nem csak így az volt a neve, hogy Jamborivár, hanem volt például a Didgeridoo Fesztivál, stb. És szerintem ez egyébként jó volt, hogy voltak ilyen fix témakörök ezekre az estekre. Egyébként ez lehetne akár folytatása a későbbiekben is. De minden esetre szerintem itt főleg az volt, hogy egyrészt egy vákumban történik ez, tehát nincs nagyon ilyen jellegű esemény Fehérváron. Itt olyan világzenei, művészeti, stb. Esemény legyen, hát az nincs, vagy pedig nincs olyan helyen, ami esetleg így össze tudná kapcsolni a nézők vagy a látogatók érdeklődését. Talán ez, de mind a mellett azt azért érzékeltük, hogy a Borivárban amúgy is szívesen jönnek az emberek, hogyha még apropó is van rá, akkor meg pláne. A dédapám, a Bori Jenő, ő 1879-ben született, tehát most akkor ki kell számolni, a 140 év. Ez is egy kerek évszám, hát már amennyire fontosak ezek a kerek évszámok, illetve 60 éve halt meg, és pont a kettő között félúton, tulajdonképpen 40 éves korában kezdte elépíteni, tehát pont 100 éve vette meg ezt a kis présházas telket, és egy másik projektjének a befucsolása miatt kezdett el több figyelmet arra fordítani, hogy ezt a helyet feltöltse tartalommal, és akkor fogalmazódott meg benne az ötlet, hogy mi lenne, ha vidékre költözne, ha már a családja amúgy is vidékre szeretne, és hát, ha már vidékre költözik, akkor miért ne lakhatna egy szőlőhegyi várban. Én azt gondolom, hogy szerintem nagyon jól rácsatlakozott a fesztivál pont arra, mert hogy ő is tulajdonképpen átértelmezni, belakni, tartalommal feltölteni akart egy üres teret. A Borivár egy pozitív érzelmekkel teli, de mégis azért, ha valljuk be, egy rideg monstrum, hát azért betonszobrokkal vagyunk körbevéve, még hogyha növényi, parki környezetben is. Szerintem ilyen értelemben az, hogy világzenét, elektronikus zenét, kortárs művészetet idehozni, szerintem az teljesen jól megállja a helyét. Maga, ugye, most visszatérve tőlképp a Bori Jenő is kortárs művészként ragadta meg a betont, mint anyagot. Nem sok emberről tudunk a 20. század elején, aki mondjuk figuratív betonszobrászatot művelt volna. Tehát ebben mondjuk ilyen szempontból ő is párhuzamosan, de egy avantgárdot képviselt, mint ahogy itt is a srácok vagy a szervezők. Családi programok, kézműves foglalkozások, koncertek és fényfestés várta a Jamborivárra érkezőket. Emellett a fesztivál elmúlt 20 évében készült életképekből nyílt kiállítás a Vagyóczky teremben. A programokra idén közel 700-an voltak kíváncsiak.
Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogy a tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!